Mindenkinek. Jó érzem valamit a színpadon. Röviden összefoglalom, hogy jöttem el, hogy azokról a pályázati lehetőségekről beszéljek önöknek egy pár szót, amelyek a közeljövőben még elérhetőek magyar vállalatok számára, illetve ami lesz a jövő, akkor három mondatban meg valamit kitérni arra, hogy én úgy gondolom, hogy mi várható 2020 után, mind minőségében, mind időmennyiségében, hogyan fognak majd alakulni az Európai Uniós forrásoknak az elérhetőségei. Segíthetem valaki? Egy-egyet? Előjáróban azt kell, hogy mondjam, hogy az részben jó hír, hogy van még elérhető forrás, de ez nem minden esetben jelent egyébként jó. Sajnos vannak olyan források, amit ki fogok kérni, hogyha ilyenhez értünk, ahol óriási lenne az igény. Emellett, hogy ezzel szemben van egy nagyon jelentős keretösszeg, és a kettő valahol mégsem tud találkozni. Itt lenne szerepe a fejlesztés politikának és az agypolitikának, hogy a hátralévő időszakban próbáljunk még optimalizálni, mert hogyha másfél évvel egy 50 milliárdos keret megnyitása után még mindig csak 4 milliárd forintot igényeltek meg a pályázók, olyan terület, ami óriási népszerűségre tart igényt. Itt is úgy mosolyok között olyan vállalatvezető, aki nagyon szeretne ilyen forráshoz jutni, de nem tud, mert nem jól lett megkomponálva a pályázatnak a feltételrendszere. Ezt nyugodtan nevezhetjük gyakorlatilag kudarcélménynek is. De ne a negatívumokról beszéljek, hanem kezdjem a gondolkodó lehetőségekkel. Tavasz folyamán nyílt a vállalati képzéseket támogató pályázat. Ennek az a egyik nagy jelentősége, hogy nagy vállalatok is pályázhatnak, illetve 2012 óta nem volt forrás, de elhangzott valamelyik előadásban, hogy a élethosszígtartó tanulás arányának megugrását 2014-ben az EU-s források okozhatták, ez sajnos cáfolnom kell, nem volt 2014-ben ilyen célra forrás, 2012 óta, most 2018-ban van először, nagyon kedvezőek a feltételei, támogatásnak az intenzitása 100%, és nem csak a, ahogy is elhangzott az előadásban, nem csak a képzési szolgáltatások költsége az elszámolható költség alapja, hanem elszámolható költségét tették a munkavállalók képzésben töltött munkaidejére jutó személyjellegű ráfordítás, tehát a bruttó bért és a járulékokat is egyaránt. És igen, itt van mit pótolni, azt gondolom, hogy a stratégiai jelentőségű ez a kiírás. Részben azért, mert valóban le vagyunk maradva, a GKI-tól Mornáról azt mondta, hogy 6,2% volt, ennyien vesznek részt, úgynevezett élethosszígtartó tanulásban a 24-65 év közötti korcsoportból. Nekem egy eurós napos adatom, hogy egy picit jobb, az 7,1, de az Európai Unió átlagban valamivel 10 fölött van, és a szomszédainktól is, legalábbis a csehektől, szlovéniaktól jelentősen el vagyunk maradva. Hangsúlyozom, hogyha egy vállalat szeretné fejleszteni önmagát, vagy egy vállalatvezetés, akkor nem csak a három eszközökből való befektetés lehet ennek a hatékony eszköz, hogy megveszik a 24. esztergógépet, vagy fölcsöntőgépet, hanem szerintem kizenfekvő eszköz, hogyha az ott dolgozó munkavállalók kompetenciáit és tudását fejlesztjük. Ezzel egyébként választ lehet adni olyan kihívásokra is, amelyek a magyar munkaerőpiacot érték az elmúlt 2-3 évben. Hogyha egy munkavállaló magasabb hozadott értékű tevékenységet tud végezni, akkor nyilván bizonyos létszámkihívásokra is választ lehet adni. Egyáltalán nem működik. Kérlek, köszönöm szépen. Annyit még elmondanék, hogy a vállalati képzések témában itt egy kicsit puskáznom kell. A nagyvállalati keretösszeg 18,5 milliárd forint, és ennek kevesebb, mint a fele került megigénylésre. A KKV-s keretösszeg 13 milliárd, itt már benyújtásra került közel 16 milliárdos igény. Én azt gondolom, hogy az átcsoportosítással kezelhető lesz, tehát a várható bezárásig, ami a 2018-as év december eleje, érdemes lesz még pályázni, mert minden jó projektre fog jutni támogatási keretösszeg. Ugye informatikát sokszor érintettük a mai napon, elhangzott az, hogy Magyarország utolsó helyen áll a vállalatjelentési rendszerek penetrációjának tekintetében, ez igaz az ERP-re is, igaz a CRM-re is, tehát egy régi vicc, hogy eszem, hogy akkor vezetünk be ERP-t, amikor az alkalmazottak már többet dobnak tőlük, mint amennyit mi szeretnénk a FAPEC-től.
akkor még APEC-nek hívták a adóhivatalt. Szerintem ez a pályázat kiváló lehetőséget biztosít ezen a területen fejlesztésre, elsősorban sem pont a vállalatirányítási szoftvereket, az üzleti informatika fejlesztését célozta meg, akár felhőalapú megoldásokkal, akár pedig a vállalatnál működő saját tulajdonú licensz alapú rendszerekkel lehet pályázni. Nagyon alacsony önerőben, ez egy kombinált konstrukció, 10% önerőt kíván meg mindösszesen, és 40% a visszanemtérítendő támogatás maximuma, illetve 50% gyakorlatilag támogatott feltételrendszerű hitel jár hozzá, vagy ezt lehet, illetve kötelező is igényelni. Ennek a pályázatnak is nagyon jól áll, még a keretösszege 21 milliárd forintból még csak 13 milliárdot igényeltek meg. 2019. március 8-ig biztos, hogy ki fog tartani, nekem az a vélemény, meg is fogják még talán hosszabbítani. Kutatásfejlesztés témában is tudom pályázni, hogyha kapok egy kis segítséget. Köszönöm. Ennek a pályázatnak is az az egyik jelentősége, hogy nagyon jól célozza meg azt a vállalati kört, és zárójában mondom nagy vállalatokat is, akik valóban alkalmasak az innovációra. Nincs túlságosan nagy vagy mély innovációs igénye a pályázatnak, termékfejlesztésről szól, prototípus fejlesztésről, tehát igazodik a vállalatoknál végzett kutatásfejlesztés tevékenység tartalmához. Nagyon széles az elszámolható költségek köre, bérköltség, igénybe vett szolgáltatás, anyagköltség, eszközbeszerzés, korlátokkal nyilván, de ingatlan építése, felújítása is elszámolható. Ez a pályázat is kombinált, tehát itt is nagyon kicsi az elvárt önerő mértéke. A visszanemtérítendő rész az 50%-os intenzitással szerepelhet a finanszírozásban, és minimálisan 10% önerőt írnak elő. Korlátjai is vannak a pályázásnak, azt tapasztaljuk sokszor, hogy a minimálisan nagyjából 85 milliós projektmére, tehát a kisebb vállalatok ennél a konstrukciónál nagyon nehezen tudják megugorni. Van egy ilyen korlátozó tényező, hogy a projektben elszámolható személy jellegű ráfordítás az nem lehet nagyobb, mint az előző lezárt üzleti évben a éves beszámoló eredmény kimutatásában szereplő személy jellegű ráfordítások összege. Itt nyilván egy kisebb vagy egy növekvő cég adott esetben ezt nehezen tudja megugrani, míg a 2017-es személyleg ráfordításokat ne haladja meg majd a 19-20 vagy 20-21-ben megvalósuló program, akár két éves személyleg ráfordítás összege. Energetika. Nekem az egyik kedvenc témám, csak én azt most nagyon mostanának érzem. Kérek szépen egy léptetést, köszönöm. Zseniális a cél és óriási lenne az igény. Ez a két pályázat gyakorlatilag arról szól, hogy a vállalatok az aránylag elavult, korszerűtlen épület infrastruktúrájukat energetikai célú felújítással megújíthassák, és nem csak az energiahatékonyság növelése számolható el, vagy az erre fordított költségek, hanem a megújuló energiák alkalmazásának a megvalósítása is támogatható. Mi több kötelező, tehát olyan projekteket támogat a fejlesztéspolitika, amelyek kombinált projektek, van egy 10-30%-os szabály. Ez azt jelenti, hogy a megújuló rész a beruházásból minimum a teljes költség 10%-a, maximum a 70%-a lehet. Én itt tennék egy javaslatot, mert most pont elment helyettesen, mert nem is tudom, hogy ez az őre szólt-e, hogy én támogatnám azokat a projekteket is, amelyek csupán megújuló energia alkalmazásról szólnak, mert sok esetben azt látjuk, hogy bár nem is a legesleg korszerűbb, de mindenképpen jó állapodó épületek esetében nincs megtérülése egy energetik hatékonyság művelő beruházásnak, ugyanakkor a megújulóval meg el vannak maradva, a megújulót azt nagyon egyszerűen lehetne alkalmazni ezeknek az épületeknek az energiaellátására, mind az épület, mind az esetleg az ott üzemelő gépi infrastruktúra energiaellátására. A kinopos pályázat, ami ugye Budapest és Pest megye kivétele, az ország egész részén elérhető, ennek 52 milliárdos a keretösszege, és hogyha puskázok, akkor látom, hogy 4,2 milliárd igényben vett másfél év alatt. Tehát ez egy totális kudarc ez a pályázat. Amúgy egyébként pénzügyi feltételében jó, mert 50%-os támogatást nyújt, aminek a plafonja akár 100 millió forint is lehet.
Vannak adminisztratív korlátozások, például, hogy pályázni csak az ingatlan tulajdonosa pályázhat. Ugye, akik a gazdasági életből jöttek, azok ismerik azt a helyzetet, hogy a működő vállalkozás az egy cégben van, és az ingatlan vagyon, a tulajdonos akkor ugyanaz, az egy másik cégben. Ugyanakkor a pályázat elég nagy súllyal veszi figyelembe a pályázó vállalkozás múltbőri gazdálkodási adatait. Na most olyan teljesen más egy vagyonkezelő cég gazdasági adata, hogy minimális árbevétel van, és nagyjából nagy mérlegfőszeg vagy nagy saját tőke, mint egy termelő vállalat. Korábban pályázhatott a bérlő is, aki mondom még egyszer, lehet ugyanazott cégcsoporthoz tartozik, ez már kiszólja a projekt kezdeményeink felé. Az a tapasztalatunk, hogy 10 pályázni kívánó projektből nagy nehézségekkel egyet lehet eljutatni odáig, hogy bejutunk pályázatot. Ezen változtatni kellene. A közép-magyarországi régióban is elérhető az a pályázat, itt egy picit mások a feltételek, szerintem még jobbak. Ez ugyancsak 45%-os támogatási intenzitást ad, de itt van egy szintén egy támogatott hitel, ilyen nem szerepel, ennek 1% a kamata, és azáltal csak 10% önerővel, tehát maximum, vagy minimum 10% önerővel lehet projekteket megvalósítani. Akárhogyan számoljuk, azt látjuk, hogy az éves valóságszolgálatot messze-messze meghaladja az energiahatékonyság növelés, a megújuló energia alkalmazás következtében fellépő megtakarításon elért pénzbeli megtakarítás, tehát energia megtakarításon elért pénzbeli megtakarítás. Úgyhogy itt nem kérdés, hogy az ilyen projekteknél ezt a támogatott feltételű hitelt képes lesz bőségesen visszafizetni a pályázó. Itt én mindenképpen azt gondolom, hogy a szakpolitikának, a irányítóhatóságnak, a energetikai szakmának, meg a kedvezményezeti körnek le kellene ülni, és meg kellene nézni, hogy hogyan kellene ezt a pályázatot megváltoztatni a következő 2 évben, hogy ezek eredet összeg el tudjon folyni, mert itt óriási igény a támogatásra. Következő diákként köszönöm. Gyakornoki programra sokat most nem mondanék, itt a nevében is benne van, gyakornok a foglalkoztatását lehet finanszíroztatni, itt jellemzően bérköltségről beszélünk. Közép-Magyarországi régióban 80%, egyébként pedig 100% a támogatás intenzitása. Ezek 14-15 hónapos projektek, ahol szóba kerülhet ilyen igény, ott mindenképpen érdemes igénybe venni a pályázatot, mert egy egyszerű eljárásen, hozottan gyorsan is bírálják, és gyakorlatilag 100%-os a nyerési arány ennél a pályázat típusnál. Hoztam még egy hitelprogramot, mert itt az első kerekasztalban beszélgettünk nem klasszikus visszatérítendőkről is, hanem úgynevezett visszatérítendő támogatásokról. Most indult el a következő dián, látják majd. Még egyet kérek szépen, mert az Alapszik Technológia pályázatról azt mondtam volna előttnek, hogy reggel 9-kor, hogy ez délig még beadható, de már elmúlt dél, úgyhogy erről most nem beszélnék, ezt lezárták mai napon. A hitelprogram pedig az úgynevezett népszerű nullás hitelnek a 2.0-as verziója. Picit kisebb a igényelhető hitelösszeg, viszont rendkívül széles körben elérhető, ez egy 0%-os hitel, és nem csak a mindig kihangsúlyozom, hogy nem csak a kamat mértéke az, ami támogatott, vagy ami inkubált, hanem egyéb más feltételeiben. Itt például nincs devizárfolyam kockázat, itt nincs definanszírozási kockázat. Rövid távú hitelekről beszélünk egyébként, mert csak eszközvásárlásra és immateriális javak beszerzésére lehet igényelni, ingatlan építésére nem, és a futamidőnek illeszkednie kell a beszerzésre kerülő eszköz amortizációs időszakához. 10% önerő, 60 milliárd áll rendelkezésre, és itt